a népszerű, illetve közérthető és tiszta gondolkodáson alapuló tudományos népszerűsítés az egy iránytű a társadalom számára. Tudományos cikket írni, úgy mondjam, mindennapi feladatunk és tevékenységünk, rutinszerűen végezzük. De tudományos ismeretterjesztő cikket írni, az sokkal nehezebb, mivel ott nem feltétlen a szakértő közönségnek írunk, hanem a társadalomnak azt akarjuk megmutatni, hogy a kutatások azok mire hasznosulnak, hogyan valósulnak meg. Remekül találták el azt a aranyutat, ahol a már közismert tények és az ehhez jövő, az ehhez csatlakozó új eredmények, új kutatási eredmények bemutatása egy jó harmóniában jelenik meg. Tucatjával érkeznek be, hál' Istennek, jó színvonalú írások, hogy ezek az írások eljuthassanak, mert egy 10 éves gyerek, egy középiskolás gyerek az élet és tudományt kezébe veszi vagy veheti, vagy a szülők adják oda. És ez a legjelentősebb dolog, hogy a tudomány irányába tereljék őket. Magas szintű tudományos tevékenység az alapja és a biztosíték annak, hogy abból ismeretterjesztő szinten is, tehát a társadalom számára is megfogalmazottan jöjjenek át a közérthető eredmények. Fémrögzítő sisakot használunk ehhez, amiatt, hogy az ultrahangos vizsgálófej az nem mozduljon el beszéd közben. Az előrejelzés az úgy történik, hogy gyakorlatilag egy a földrajzi térképet, ha elővenném, akkor egy raster hálónak a pontjai van, tehát egy hálóval lebolítanám magát a bolygót, annak a pontjaiban kapok előrejelzési értékeket, mondjuk egy globál sugárzás értéket, hogy mennyi, milyen lesz a napsugárzásnak a nagysága értéke abban a pontban. A Delleknél, hogy az állapottere exponenciálisan növekszik. Még két embernél összesen 4 féle állapot lehetséges, 10 embernél ez a szám már 1024.